Részlet az egyik John Panoptikumból, amiket El Kazowski rendszeresen és egyre nagyobb érdeklődés mellett rendezett meg. Performance-ek, maga alapította ünnepi játékok, divatbemutatók és misztikus némajátékok voltak ezek egyszerre, amiket mitológiái egyik központja, első nagy szerelme, John emlékére rendezett meg. Látszólag magánbejáratú misztériumjátékok voltak. El Kazowski mégis úgy vált irányadó és ikonikus művészegyéniséggé, hogy erre sohasem törekedett. 7 éve halt meg, és a Túlélő árnyéka a címe a mostani kiállításának a Magyar Nemzeti Galériában. Nagyon erősen expresszív művészetről van szó, és hát akinek van egy kis fogékonysága az ilyen típusú intenzitáshoz, azt ez bizonyos értelemben magába szippantja. Tehát borzasztó intenzív művészet ez.